A fesztivál utolsó versenynapján érkezett a díjnyertes vígjáték. A közönség Spiró György Kvartett című komédiáját láthatta a Víg Színház művészeinek előadásában, Marton László rendezésében. A történetben a rendszerváltozás idején játszódó mű panelházas párjához különös vendég érkezik Amerikából, aki azt állítja, hogy a családfő az öreg mentette meg az életét 1956-ban. A vendég, aki szeretné meghálálni az évtizedekkel ezelőtt kapott segítséget, Kern András, az öreg szerepét pedig Hegedűs D. Géza alakítja. A mi darabunk megrendítően szól arról a kommunikáció képtelen helyzetről, amiben gyakran találja az ember magát, hogy elbeszélünk egymás mellett, nem halljuk meg egymást, nem is vagyunk kíváncsiak egymás véleményére. Mindenki mondja a maga rögeszmét, a maga monológiát, monologizál és hárít, pedig én nagyon mélyen hiszek a párbeszédben és a kommunikációban, ami nagyon nagyon-nagyon-nagyon sokat tud segíteni egy-egy helyzet, vagy egy-egy folyamat elindításában, vagy egy-egy helyzet megoldásában. A feleség szerepében Börcsök Enikőt láthatja a nagyérdemű, lányukat a Víg Színház ifjú tehetsége Péter Kata játsza. Könyvelő nőt játszom, tulajdonképpen valószínűleg első generációs értelmiségi. Ebben a családban egyke, a szülei nem örülnek, hogy lány, főleg az apja, fiút vártak volna, az ugye hasznosabb, hogy annak van értelme. Egy nőnek van egy felnőtt, egy tínédzser, a lányom, és tulajdonképpen annyit lehet még tudni, hogy a válás után egy erős idegösszeomlást kapott, de ahogy az anyja mondja, ki van kezelve, van lakása, meg autója, vagy nem autója nincs, van lakása, állása, úgyhogy jó parti. A nyertesek között Szente Vajk a legjobb rendezésért járó díjat kapja a Szőke Ciklon című vígjátékért. A 15. Vidor Fesztivál életműdíjasa Józsa Imre. A legjobb férfi főszereplő Szervét Tibor, a női pedig Hernádi Judit lett. Nagy Viktort a legjobb férfi epizód alakításért díjazták. Az elismeréseket a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a művészek a saját társulatuk színházában vehetik majd át.